Székesfehérvár közgyűléssel rendeletbe foglalta, hogy az augusztus 14-től Nagyboldogasszony vigíliájától augusztus 20-áig, Szent István napjáig tartó periódus ünnepi időszak. Erre a város, a megye és az egyházmegye idén is megemlékezésekkel, valamint programok sokaságával készül. Spányi Antal megyés püspök a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbejárását kérte hazánkért, megerősítve Szent István 1038-as országfelajánlását. A fogadalmi szentmisén Spányi Antal az egész magyar népért imádkozott, minden határainkon belül és kívül élő, hívő és nem hívő magyar ember számára a szűzanya oltalmát kérve. A mi számunkra azt hiszem, hogy ugyanezek a teendők, hogy az erkölcseinkben őrizzük az életet, őrizzük a megújulást, szakítsunk azzal, ami rossz, ami önző, ami az embert magát is boldogtalanná teszi, és kezdjünk egy új életet, amelyben egymásért is felelősek vagyunk, és közösen akarunk tenni egymásért. A másik dolog, hogy igyekeznünk kell megtalálni a helyünket az európai népek közösségében, hiszen nekünk rengeteg kincsünk van, amelyet meg tudunk osztani, és ezt tudatosan és felelősséggel kell tenni. Ennek a gesztusa történik meg majd ebben a szentmisében is, amikor a limburgi helynök urat, a székesfehérvári káptalan tiszteletbeli tagjává fogom majd kinevezni. A kinevezés mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel felruházza, melyeket az egyházi törvénykönyvben és szokásjogban megfogalmazást nyertek. Az egyházmegye érdekében végzett szolgálata és példamutató papi élete elismeréséül Franz Kaspar apostoli protonotáriust, prelátust, a limburgi egyházmegye általános helynökét 2011. május 24-én a székesfehérvári káptalan címzetes kanonokjává nevezte ki Spányi Antal. A kitüntetés átadására a fogadalmi szentmisén került sor. Székesfehérvár in Ungarn, wo wir diesen festlichen Gottesdienst heute feiern. A kinevezett kanonok a székesfehérvári egyházmegyétől mintegy 1000 kilométerre lévő limburgi egyházmegyének a helynöke. De mint mondta, a távolságot a közös hit és a közös értékeink áthidalják. A limburgi egyházmegyével egyébként már régóta jó viszonyt ápol egyházmegyénk, ezzel a gesztussal pedig még szorosabbra fűzték az együttműködést. Az ünnepi programok hétfőn is folytatódtak. Este 18 órakor kezdődött a Nagyboldogasszony napi ünnepi szentmise a Székesegyházban. 19 órakor pedig elindult a Nemzetközi Néptáncfesztivál menete is a Városház tér felé.